Fiatalok és idősebbek, akik gyógyulni akarnak. Csodás történetek a balneoterápia tükrében. A gyógycseppek mai adásában a Kabai Borbély Lajos bácsi történetét mutatjuk be, akinek küzdelme a betegségével több mint 10 éve tart. De mint azt majd látni fogjuk, ez a küzdelem és kitartó munka meghozta gyümölcsét. Április 28-án nagy területen agyvérzés történt, ami a baloldali kéz-láb bénulását eredményezte. Délelőtt még kétszer utánfutóval voltam itt Szoboszlón, és délben megebédeltem, és utána egy ebéd után kimentem kertisaphoz, hogy iszok egy pohár vizet, és összecsuklottam. Tehát előzménye akkor is csak annyi volt, hogy izzadtam, de hát meleg volt, és arra fogtam, hogy biztos azért izzadok, hogy meleg volt. De az már előjelnek fogható lett volna. Mit érzett az agyvérzés pillanatában? Csak azt, hogy a bal lábból kiszaladt az erény, tehát, és a száj félrehúzódott. A feleségem akkor már látta, hogy több baj van, mert a szám elhúzódott fél oldalra. Mennyi időt töltött a kórházban? Körülbelül másfél hónapot. Május végével kerültem haza, úgy tudom. A kórházi kezelések után a további kezelés, az utógondozás itt történt a helyi főtől. Igen, igen. Itt miket kapott? A tangentortól kezdve a tornáig. Tehát brémrágy, tehát elektroterápia és torna. Minden évben jövök a 2015 megkapom a TB kezeltet, igen ám, még ezt én kevesen nem, és még szoktam menni elektroterápiára, lehet venni 10-es csomagot. És még ezt ki szoktam használni, hogy minél jobban a két időpont közelítse meg egymást. Mikor érezte először azt, hogy ezeknek a kezeléseknek jótékony lesz a hatása? Mondhatom azt, hogy már az első kezelések után. Tehát a fizioterápia az azonnal érezhető volt a tornával összeköttetésbe. Tolókocsira volt szükség? Kiírták, de nem ültem bele. A utcán, ha 10 métert tudtam nem menni, akkor megálltam, leültem, a széken, szobaszék ki volt téve az utcára, de ahogy értette nekem a széket, már álltam és indultam tovább. Tehát a mozgás, a rengeteg mozgás. Bénult a bal kéz, bal láb. És szerencsére ide bennem. Szerencsére a gondolkodással. Én legalábbis úgy érzem, hogy nem. Mindenre visszaemlékszek, a gyerekkortól kezdve minden. Feleségemnek sokszor mondok olyat, hogy csak csodálkozik, hogy hogyan emlékszek én azokra a dolgokra. Ahhoz, hogy valaki felépüljön, vagy javuljon az egészségi állapota, nagyon nagy akaraterőre és hitre van szükség. Mindez meg volt mindig? Tessék mondani. Annyit súgtak a családból, hogy ne adjam fel. Én meg úgy voltam vele, hogy hát ha, amíg tudom még kicsit, ha nem is javulni, de a szinten tartás. A szinten tartás, hogy ne rosszabbodjon. Tehát a tolókocsitól van a félelem, az erősített abban, hogy azért akkor tennem kell, hogy ne kerüljek tolókocsiba. Na, ha semmit nem tettem volna, akkor most a feleségem taszított volna itt a folyosón. Nem. Dolgozom a fürdőterületén, akár asszisztensek is, vagy bár fizetőtelepás kezelők, hogy már mindenki kezelt, hogy annyiszor tértünk vissza, és ezért hálásan köszönöm.
Borbély Lajos bácsinak is köszönjük, hogy bemutatta a több mint 10 éve tartó gyógyulás történetét. A további felépüléséhez sok erőt kívánunk. A Gyógycseppek című sorozatunkkal mához 2 hétre ismét jelentkezünk, viszontlátásra. Köszönöm. A Gyógycseppek támogatója a Hungaros Pazi RT.